Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Kababik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője van itt velünk. Szevasz Józsi, jó reggelt! Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! Na, mit hoztál? Na, rengeteg hír van, gyorsan mondom is őket, kezdem a ThyssenKrupp-al röviden, 2000-2500 főt küldene el, tehát ezt jelentette be, legalábbis ennyi adminisztrátív állást szüntet meg a 18.000-ből 2020. szeptemberéig, ettől 400 millió eurós költségmegtakarítást terveznek elérni. Ugye a költségcsökkentés híre az pozitív a részvényeseknek. Az ára az emelkedett 1%-ot, 26,73-an zárt, ugye nagyjából az elmúlt egy éves csúcsán van, ugye 26,8 volt a csúcsa. Amerikai gyorsjelentési szezon ugye elkezdődött, ugye egy ilyen fontosabb gyorsjelentésünk van a Pepsi, arról csak egy fél mondat, 15,7 milliárd dolláros árbevételen és 1,5 dolláros tisztított EPS-t ért el. Az elemzői várakozások ezek gyengébbek voltak, tehát túlteljesítette őket. 57 milliárd dolláros árbevételről szóltak ezek a vállalkozások, és 1,4 dolláros EPS-ről, úgyhogy ez inkább jól teljesít. Ugye 3%-kal akar nőni a árbevételben a Pepsi, az első négy évben 2,1-en nőtt, most 3,1-en, kicsit bele kell húzni, hogy az egész évre tudják tartani a 3%-ot. 0,9%-ot emelkedett a papír. Ugye elkezdődött a gyorsjelentési szezon, és csak egy mondat róla, hogy mit várnak, az S&P 500 profit növekedésében 7,9%-ot várnak átlag az elemzők erre a negyedévre, a Q3-ra is körülbelül ennyit, és a Q4-ben várnak 12-15%-os eredmény növekedést, tehát meg negyedik negyedévre várják a legtöbbet, és hát annyit még a gyorsjelentésre, hogy ugye holnap után jön ki a Citibank, JP Morgan és a Wells Fargo. És a Wells Fargo-val kapcsolatban röviden csak annyit, ugye többször elhangzott már, hogy Amerikában az ilyen diákhiteleket alig-alig tudják fizetni, és ez nagyon-nagyon magas szinten van, és az autóhitelek is nagyon-nagyon magas szinten vannak. És egy Reuters hír, a Wells Fargo csökkenti az amerikai autóhitel kitettségét, miután egyre romlanak annak a feltételé, és egyre nagyobb a feszültség a piacon. Lassul az értékesítés, és romlik az adósok minősítése, vagy minősége. Úgyhogy ez a hír, ez illeszkedik a korábbi ilyen pletykákhoz, számításokhoz, hogy ezek az autóhitelek már a végét járják, nem túl jók. Ezzel együtt 0,2%-ot emelkedett a papír, 55,17-en van. Hát és talán ami a legfontosabb Daimler hírünk van, ez nagyon-nagyon friss, a némi hatóságok vizsgálatot indítottak a Daimler 2 típusú dízel motorjai miatt, amelyek a megengedetnél nagyobb károsanyag kibocsátással rendelkeznek. Egyébként valamikor 2-3 hete beszéltem nektek pont arra, hogy kimentek az ügyészség emberi a Daimlerhez ott házkutatni. Meg akkor egy gyanú volt, ugye, és akkor azt is mondtuk, hogy várjuk meg az eredményét ennek az egésznek. Így van. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az eredmény, hogy ez most nem tudom, hogy ez az az ügy, vagy ez egy másik ügy. Aha. Ennek majd még utána kell nézni. Az érintett típusok 2008 és 2016 között voltak legyárt, vagy akkor használták, és több mint 1 millió gépkocsiba szerelték őket. Ezek az érintett motorok akár a típus engedélyüket is elveszíthetik. Hát ez komoly költség lesz így már a Daimler számára. Ugye 65,45 körül volt tegnap ilyen 2%-os növekedésben, most hát úgy néz ki, hogy 62 fél körül fog nyitni, tehát egy tetemes esés lesz benne. És hogy hát, ha már Daimler, akkor BMW, ott meg inkább jó hír, ugye a BMW csoport júniusban 2,1%-kal 233 ezerre növelte év per év alapon az új autó eladásait. A BMW eladásai 2%-kal, Mini eladásai pedig 3%-kal növekedtek. Ugye az első 6 hónapot nézzük, ott 1,22 millió darab járművet értékesítettek, ez 5%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ez az eddigi legerősebb fél éve lényegében a BMW-nek. És az is érdekes, hogy ugye Németországban még csökkent is, de ugye volt itt a Bosch, nem tudott egy alkatrészt beszállítani, néhány hete volt az, és akkor le kellett állni a gyáraknak. Itt az volt a gubanc, viszont Kínában meg nagyon szépen emelkedtek. Ugye optimisták pozitívan értékelik a BMW-sek is a teljesítményüket, meg még a optimisták a jövőre nézve is. Hát a BMW ára 84,2 között van, tegnap 1,4-et emelkedett, hasonlóan, mint a Daimler még ugye napközben. Hát ugye az elmúlt egy éves csúcs az 90 euró, tehát van hova nőniük, és hát 2015 márciusában pedig 116 euró volt az ár, úgyhogy
az egy jó cél lehet nekik. Igen. Na hát ez egy nagyon klassz összefoglaló volt, Józsi, figyeljük ezeket, és nagyon szépen köszönjük neked, jó kereskedést, és jó munkát. Köszönöm, sziasztok. Szervusz. Kababik Józseffel, az Erste Befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.